Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Az első kérdés, mi az ő gondolata, mi az ő terve? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a gyermek jelentheti a gyermekeket. És itt vannak nála problémák, hiszen ezt jelenti ez a hegy. Amit a gyermek még jelenthet szimbolikusan, egy új kezdet, egy új irány, de ebben az irányban megjelenik itt ez a szikla. És ő úgy érzi, hogy vannak ugyan tervek, lenne egy új irány, de kezdetben még vannak nehézségek, vagy valami blokkolja őt. Hogyan érzi magát? Itt megjelenik az érzelmeiben a felhő, és kivált félelmeket, bizonytalanságokat. Itt a kulcsot a kezébe kellene vennie és lezárni ezeket a negatív érzelmeket. Lehet, hogy pontosan ez blokkolja őt. Ha átteszi magát a félelmeken és a bizonytalanságokon, akkor itt megvan a nyitottság, vagy a kulccsal kinyílik egy új ajtó, vannak lehetőségek, és a gyermek jelenti akkor ezt az új kezdetet. Mit fog tenni irányodba? Itt látható a szív, és biztos lehetsz abban, hogy ő szeret téged. De itt voltak a múltban nézett eltérések, vagy viták, vagy veszekedések. Emiatt még olyan bizonytalan, nem tudja, hogyan közeledjen hozzád. Lehet, hogy arra vár, hogy te jelentkezz nála, így könnyebb a helyzet, de szerintem ne tedd meg. Neki kell áttenni magát a félelmeken és a bizonytalanságokon, és neki kell itt nyitott lenni, szerelemről, érzelmekről beszélni. Az is lehet, hogy ő megsértődött, vagy ő sértett meg téged, és nem tudja most, jelen pillanatban még nem tudja, hogyan rendezhetni ezeket a dolgokat. Mi köt össze benneteket? Az életutak újra fognak kereszteződni, lesz egy találkozás. De várj, amíg ő útban van hozzád, míg lesz egy új kezdet, és kimutatja az érzelmeit. Amit az utak még jelentenek, a sors utatok kereszteződött, tehát ez a találkozás nem volt véletlen, ez lehet egy karmikus kapcsolat is, vagy amit még az utak jelentenek, a döntéseket, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba. Tehát lesz itt egy új kezdet, lesznek döntések, nála vannak még bizonytalanságok, és itt ez a szikla jelentheti az ő hideg-rideg tartását, vagy a problémákat, de biztos lehetsz abban, hogy szeret téged, lesz egy új irány, lesz egy új kezdet, és kimutatja az érzelmeit. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!